Látópont elismeréssel díjazták a közelmúltban a közművelődés jó gyakorlatait bemutató helyszíneket. A díjat alapító szervezet célja az, hogy tudásmegosztás és tapasztalatcsere alakuljon ki a szakmabeliek között, illetve ösztönözzék a fiatalokat, hogy a közművelődési kulturális pályát válasszák. A tavalyi évben egy új közművelődési díjat alapított a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége, és ezt a pályázatot adtuk be mi is, ahol egy bizonyos látóponttá vált az Erkel Ferenc Művelődési Központ. Hogy mit is jelent ez a díj pontosan, meg ez a cím, hogy látópont? Igazából a Magyarországon és a Kárpát-medencében, tehát a határon túli magyar településeken is azokat a helyszíneket keresték meg, ahol valamilyen közművelődési tevékenységet kiemelkedően alkalmaznak, nagyon jó gyakorlat lehet más intézménynek is, tehát átvehetik a példákat, úgymond egy ilyen tapasztalatcsere folyhat ezeken a látópontokon. A Gyulai Művelődési Központ az itt tevékenykedő Székely Aladár Fotóklubbal közös munkájával pályázott az elismerésre. Az intézmény és közössége kiállítások, fotótúrák, pályázatok, rendhagyó tanórák megszervezésével dolgoznak azon, hogy a fényképezést a lehető legnagyobb körben megszerettessék, és egy összetartó, tevékeny közösséget építsenek. A Művelődési Központban ugyanakkor több olyan csoport is működik, melyek szintén jó példaként állíthatók mások elé. Heti szinten majdnem 40 közösségünk van, itt több témakörben is találkoznak. Mindenképpen kiemelném ugye még az Illéspanna népdalkört, az Erkel Ferenc vegyes kart, vagy az alkotóinkat, mint a József Dezső szakkört és a Gyulai Alkotók baráti körét. Tehát többen vannak, akik aktívan vesznek részt, és saját kezdeményezéseiket szoktuk támogatni, és velük közösen szervezünk programokat. A látópont címet egyenlőre 50 intézmény kapta meg. Ezek a helyszínek felkészültek arra, hogy a helyi jó gyakorlatokat, közösségi kezdeményezéseket úgynevezett látóutak formájában ismertessék meg rendszeresen az érdeklődőkkel. A jó gyakorlataikat bemutató ezen helyszínekre, köztük a Gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központba is 2022 tavaszától indulnak majd az úgynevezett látóutak.